reggeli kezdés után és a Dani garázsa induló állomásról, nem fogjátok elhinni, Fiat Panda 4x4-jel találkoztam ezen a 60-i telephely szervizének az aknáján. Dani nem aprózza el a dolgot, tudja, hogy ebben a kis autóban még akár forrni fog a víz is. Tehát egy álló ventilátorral már reggel 3-8 óta hűti a motort. Teljesen természetesen ez hajaz az én afrikai mentalitásomra, amikor egy elektromos kapcsolóval az itinerből kikövetkeztetve, hogy 1 kilométer múlva letérünk az aszfaltról, és sivatagi iszonyok következnek, én már elő szoktam hűteni a Trabant hűtési rendszert, hogy semmiképpen nem elegedjen túl. Na de ma reggeli hülyeségemet félretéve elérkezett az az ominózus nap is, ahogy én szoktam volt fogalmazni, hogy elindulunk a galgamenti telepjárósokkal egy hétvégi túrára, és egyelőre nem árulom el, hogy hova. Viszont a Facebookon, a Dani garázsa oldalon, illetve a galgamenti telepjárósok oldalon fogjátok tudni követni ezt a nagyszerű túrát és eseményt, valamint a későbbiekben, akár ezen az oldalon jelentkezve be is csatlakozhattok az eseménybe. Mielőtt a vád érhetne bennünket, hogy én teljesen mániákusan csak és kizárólag a low budget kategória, alacsony költségvetésű autók és a régi technika híve és bolondja vagyok, nem. Én, mint ahogy a szirmai barátom megfogalmazta volt, Kattaróba indulása előtt, teljesen természetesen Gábor is uvazzal indult, mi nem vagyunk a fejlődés és a technikai vívmányok ellenségei. Mi az eszetlen és értelmetlen fogyasztói társadalom ellen vagyunk, és azt próbáljuk meg bemutatni, hogy bizony a kisfogyasztású, low budget kategóriás gépekkel is milyen hihetetlen teljesítmények hozhatók össze. És bingo, megtaláltam azt a feliratot is végre valahára, amellyel beszámolhatok arról, hogy mi is ez a rendezvény. A nyálzáró telepjáros túrája augusztus 26-27-én Bárnán ennek a dicsőséges társulatnak, amelyikből még mindig ezt az első gépjárművet tudom nektek mutogatni, aztán majd 8:30 indulás, és azt gondolom a telephely udvarára addigra már nagy erős gépjárművek is begyűlnek. Nem tudom, hogy napfénye vagy árnyék, de minden esetre az udvarra kiérve, hoppa, a saját kalapom árnyékolja a dolgot, kisebb fajta, elég jó kis arcolatú társaságra vetettem fényt. Nem tudom, hogy itt a kiosztható, letöltendő évek száma, vagy mi számít abban, hogy egy ilyen galgamenti csoportosulásba bele tudjatok kapcsolódni, de nem mondom azt, hogy sok szeretettel köszöntöm azokat, akiket nem ismerek, mert 2 napom van arra, hogy megismerlek benneteket, de tegye már fel a kezét, aki már volt ilyen túrán. Ajaj, úgy látom, abszolút kisebbségben maradok. Semmi probléma, akkor azt hiszem a bemutatkozás majd én fogom kezdeni a videófelvétel megszakítása után. Abszolút mementóval kezdődik ez a túra és a kihajtó szakasz a 21-es főúton 60 irányából. A navigátort játszom a Fiat Pandában, miközben a túra szervezője Vozlék Dániel, aki vezeti az autót. És hát, mint a túra főszervezőjét érdeklődnék, hogy mi is a mai úti célunk, hogy hova megyünk először, és mi lesz a túra programja egyelőre csak a mai napra. Hát, sziasztok! A késő évek miatt először is meg kell tankolni. Továbbá Bárna nevezetű kis zsákfalú felé veszük az irányt. És onnan pedig majd meg fogunk indulni északi északleti részen, természetesen földúton, és akkor bejárunk egy-két kisebb falut. Mint azt hiszem, látható, a csapat megérkezett Bárnára, ez lesz az a központ,
ahonnan a terepjárós túrák kezdődnek. Igényes szálloda, igényes apartmanrendszer. Egy hajdan volt szocreál, valamiféle gyerektábornak az újra álmodását gondolta át valaki, és egy eléggé horrorisztikus, nagy jellegű beruházással ide épít egy ilyen kisebb fajta csodapalotát. Ebben V8-os motor van, szívó. Videófelvételen következő része, mi az, amikor valaki nem tudja, hogy milyen rendezvényre jön. Lehet, hogy ő erre a rendezvényre jött volna, hogy ezen a rendezvényen ő ezzel nem fog részt venni, abban majdnem 100%-ig biztos vagyok. Lemerem forgatni már ezt a cseh idéglenes rendszámot, mert holnaptól magyarosítva lesz. Szépséges kis autó, de egy biztos, ezt ma nem fogjuk látni az erdőben. Összelek a szállják az orrát. És akkor még egyszer az adatait elmondanád? Hát ő jelenleg futópad szerint 780 lóerő, 890 Nm, sperdifi kéziváltó. Súlyra 1480 kg, úgyhogy nagyon könnyű autó. Köpcenti és teljesítmény? 6200 köpcenti. V8. Ez a 7-es, nem? A fogyasztásáról nem mersz vallani. Hát ez nagyon tákolgalom. Attól függ, hogy viszket a szalapot. Ez nem veszik tőle, mint egy íva. Azt kell róla tudni egyébként, hogy ő már aktív lekapcsoló hengeres, szóval a V8-as 4 henger között van neki egy kuplung, és teljesen lebír kapcsolni 4 hengert, úgyhogy V4 hengerrel tud járni. Olyankor egyébként el lehet vele járni 11 liter. De akkor olyankor is erős. Hát olyan persze. De ez automatikusan csinálja, vagy te kapcsolgatod? Van benne egy mód, hogy városi, uh-huh. És akkor ugye lebírja kapcsolni, akkor lezár két kipufogó. Hát nem jó, hát a városban, amikor meg kell brüngetni, akkor nem jó. Hát nem jó. De mondjuk egy autópályára tökéletes, mert azért ott is egy utazóban 140-50-nel ugye elmegy, aha. Kevés a fogyasztás, és akkor... És nem villognak is. Hát milyen érdekes, még kínod. A levelek lehullnak, amikor megzúgatod majd. Meg szerintem az ablakok is. Hát most ma zúgass meg, akkor ma nem lesz vadászat itt a környéken. Mert szerintem Mátonová kívül az összes vaddisztó. Figyelem, akusztikus koncert következik. Igen, a hímtagok emlegetése mellett, mivel ez leginkább a férfi társadalomra jellemző, bemutatnám a szállásnak a lehetőségét is. Persze nem a sörösek ezeket hurcolászó fiatal embereket, akik elméletileg terepjárósok, hanem az igényes szállásolás, ez bizony már megint a Galgalmenti terepjárósok érdeme. Nagyon szép, kellemes és árnyékos fák alatt lévő apartman, szállás, és innen fog indulni elméletileg az a túra, amit már lassacskán a szemetek elé szeretnék tárni. Na, jó, mehet? Kérdéssel indul a túra elméletileg. Ha sikerül felhúzni a pandát. Jó hangzik. Mint az óramű. Ha meleg van, az ilyen. Benzinszak megérkezett, tehát az üzemanyag ellátás megvan. Ez a normális. És az erőgépek elindultak.
Fiat Panda Economic változatában. Teljesen természetes az, hogy mindenféle magasság leadáskor motor leáll, mivel hogy szervofékünk úgy sincs, ezért teljesen nyugodtan és barátságosan elektromos autó hangját utánozva, vagy még az sem, ereszkedünk lefelé mindenfajta domboldal. Tengerszint feletti magasságunkat lassanként 405 méterben tudjuk maximálni. Elmegyünk egy csúcs mellett, majd pedig valószínűleg ismét lefelé ereszkedünk. Szervusz! Vagy ugye az effektnek egy kicsit meggondolódott az oldala, és akkor nem bírja, hát az nem bírja tudjuk beszélni. Menj! Hallottam, hogy ez nem a cím? Azt kérdezem, ez nem az enyém, és ugye nagyon ismerős. Akkor az enyém. Szabad felni. Mit találtad? Én vezettem, én. De ezzel! Hát a szabad felni. Jelzettem el. Na, hogy a pandám meg kiszúrt a gumit. Most mit csináltok amúgy? Kapszerűen. Mit csinálnak? Elmondja valaki? Ez nem publikus, inkább nem veszem föl. Szeretném érezni, mi csináltok. Van mestervizsgám, de nem értem. Ütögeti a kerek. Azt nem tudom, hogy utcán tanul meg az ember. Ne mondjátok, hogy a PMR rádiónak az antennájával kell leengedni. A Ladanival kell leengedni. Faszom ki van, én legalább ebédéből okoltam meg. Igen, és éhezett mindenki. Várjál, ahhoz meg kell indítani a pandát. Én is van telefonnal, laptoppal, kis kamerával. Fiat Panda 4x4, hajrá! Azért most az őszkerékben volt.
Nem tudjuk. Biztos, hogy kedvé eláteszek egy ilyen bakot. Az kihozta. Elnézést, nem bírtam fölvenni. Megtennéd még egyszer ezt a kört? Léci, léci. Csak a felvétel kedvéért. Még egyszer oda-vissza. Nem, léci, aztán elkezdem biztosni. Várok valami kamionfutók, mi a faszok? Nem, hát a tégedben kezdtem. Mekkora? Ne törd bele, mert nem tudod, hogy merre van. Hallod? Nincs nála tűzös alát? Dehogy egyforma. Miért nem? Egyforma. Miért? Egy kicsit jobban kilóg ez. Bemenni a kocsmába, itt lett volna. Ugyózni kell, mi? Ott volt az út befele, mondom, hogy nem érjük, hogy nem ismerhetnél. Nem tudja a kapolva. Levesszük, valahogy benyomkodjuk, de nem tudjuk, és nem új. Hát van izém... Még láthatod, hogy jobb. Itt van még jobb, mondod? Ott szerelem. Kutyaugatás nyugtával, igaz? És?
Nos, lassacskán naplementés záróképeink következnek egy harangláptól, illetve egy harangtoronytól a kis nemzeti zászlónk és Bárna címeres zászlaja mellől. A levelő nap fényében köszönjük a harangozónak. Már nem biztos, hogy túl sok felvétel fog beleférni a mai napba, azért még szeretnénk hírt adni Bárna mai falunapjáról, valamint teljesen természetesen egy épkéz lábmegérkezésről, ennek a 8 autós túrának első napja befejezéséről.